Ez az emlékkiállítás 2019-ben nyílt, és az az érdekesség, hogy ez a családi házuk volt. A Grossmith család 1912-ben vásárolta meg a Kassa belvárosában található házat. Márai Sándor három testvérével és szüleivel az emeleti lakásban élt. Az ő lakásukban mozognak a látogatók, ez eleve egy nagyon érdekes helyzet, és emeli a kiállítás színvonalát, és a budapesti Jáki családnak, amely a Márai Sándor húgának a leszármazottai, nekik köszönhetően az eredeti bútorok, amelyek valaha ebben a lakásban voltak, egy részük visszakerült ide, és egyetlen egy kiállítási tárgyunk van, ami biztosan Márai Sándor tulajdonában volt, ez az ő földgömbje. Az itt kiállított könyvesszekrényt az Egypolgár vallomásaiban leírtak alapján rendezték be. Az egykor benne őrzött kötetek akkor kerültek vissza eredeti helyükre, amikor a múzeum csak nem 70 könyvet tartalmazó adományt kapott a budapesti központi antikváriumtól. Ez a szekrény úgy volt berendezve, hogy a szülők kedvenc köteteiből, és most elmondhatjuk azt, hogy konkrétan olyan kötetek kapnak itt helyet, amit konkrétan a család tulajdonában, bizonyíthatóan a család tulajdonában volt. Ez mindenféleképpen nagy öröm és nagy boldogság, hogy ezek a kötetek visszatértek az eredeti helyükre. Igen, levesszük. Hatalmas szenzációként Kassára került és a múzeumban lett kiállítva az az 59 évig elveszettnek hitt eredeti Márai Sándor portré, amely a 14 éves írót ábrázolja. A Kamasz című olajfestményt az író nagybátyja Franz Wiesenthal bécsi festőművész készítette. Valójában ez a kép ugyanazt az életutat tette meg a gyerek Márai, mint amilyet a felnőtt, az író Márai Sándor. Egészen Kassától Amerikáig. És amikor Márai Sándor Budapestről emigrált külföldre, és elhallgattatták, akkor ez a kép csendben volt. Senki nem tudott róla, hogy hol van. És mit ad Isten? Egyszerre csak Ötvös Anna felfedezte, hogy van ez a kép is, és Amerikában van. Milyen érdekes, mintha utána ment volna a gazdájának. És most visszatért ő is, a kis Márai Sándor, hosszú-hosszú regényes utat tett meg Kassától Kassáig. És itt van az egész család, a körbezárult. Márai polgárai, a kassaiak minden éven megemlékeznek az íróóriás születésnapjáról. Ilyenkor a költészet napját is ünnepelve, a róla elnevezett téren szobra előtt tisztelegve gyűlnek össze. Szeptemberben pedig öccsére, Radványi Géza világhírű filmrendezőre emlékeznek, akinek szintén a Mészáros utcai házon van emléktáblája. És a közelmúltban apjuk dr. Grossmith Géza ügyvéd, királyi közjegyző tiszteletére is emléktáblát avattak a családi házban. A kassaiak és a kassai csemadok számára is fontos, hogy most már együtt a család, Márai Sándor képe nemrégen hazaérkezett, most Grossmith Géza, a kassai polgár és ügyvéd emléktáblája is itt van, és lassan minden családtagnak van itt emléke ebben a kiállításban. Márai Sándornak ma már megérdemelt kultusza van Kassán. Rengeteg turista éppen emiatt látogatja meg a kelet-szlovákiai várost, Márai szülővárosát, aki 1900. április 11-én született Felső Magyarország e történelemtől átitatott szegletében. Itt élte meg gyermek és ifjúkorát, itt jelentek meg első írásai, itt szívta magába a polgárságot. Azt a végvárosi polgári kultúrát, amelyiknek élete legszebb, igaz és emberi, európai emlékeit köszönheti. Szülővárosát 1919-ben hagyta el. A kassaiak úgy tartják, hogy ahogy egyik regényhőse Ulisses hosszú bolyongás után visszatalált hazájába, Itakába, Márai Sándor is hazaérkezett, hogy újra kassai polgár legyen és végleg köztük maradjon.